Szádalmáson Szlovákia legészakibb, még minőségibb bortermő Szoroskői régiójában borfesztivált és nyilvános borkóstolást tartottak nemzetközi részvétellel. A rendezvényen rendszeresen részt vesz az Európai Borlovagok magyarországi rendje is, amelynek Szádalmáson is van lovagi széke, valamint képviselve voltak a csehországi borászok is. Egy nemzetközi zsűri már korábban elbírálta azokat a borokat, amelyeket most a fesztivál vendégei is megkóstolhattak. Büszkék vagyunk arra, hogy őseink a bortermeléssel és a borgazdálkodással foglalkozták, és ezt a tudományt, ezt a tudást, ezeket a tapasztalatokat átadták fiaiknak, unokáiknak. A tavalyi kedvezőtlen időjárás miatt idén kevesebb minta érkezett be a hagyományosan 4 települést, Szádalmást, Körtvélyest, Tornagörgőt és Szádudvarnokot megszólító versenybe. A borversenyen hagyományosan több ország és régió borát is bírálják, de azokat a regionális versenyen kívül értékelik. A 110 minta között szép számmal volt aranyérmes is. A vörösborok kategóriában a nagy aranyat a szádalmási Pápai Lóránt Merlottya nyerte, a fehér boroknál pedig a szintén szádalmási Boros Zoltán Zöldveltelinie vitte el a pálmát. A tavalyi év ilyen rossz év volt, de ebből a szőlőből, mivel hogy a Zöldveltelinie, ez nem egy elit, mint a Riesling, de akkor is ki tudtam belőle hozni egy olyan bort, ami egy champion lett, egy aranyérmes bor itt a borversenyen. Tölcsteli pajtás, poharad, poharad. A helyi, magyarországi és Morva területről érkezett csehországi borrendek képviselői közösen ültettek el egy-egy tőke szőlőt a katolikus plébánia előtt, jelképezve, hogy egy pár év múlva úgy nőjenek egybe a vesszők, ahogy a barátság fogja össze a V4 országok népeit. Kérünk, áld meg ezen szőlő töveket, hogy a növekedésük és termésük a mi örömünkre és a te dicsőségedre szolgáljon. A nemzetköziségét valójában csak az utolsó pár évbe vette fel magára ez a rendezvény, mert régebben ugye nem nagyon foglalkoztunk annal, hogy borlovagok, nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy külföldi borászokat kéne ide hívni, de ugye azok a lehetőségek, ami ma megvannak, és amik ugye lehetővé teszik azt, hogy kiutazzunk, elmegyünk, megismerkedjünk. Körülbelül ilyen 7-8 évvel ezelőtt sikerült felvennünk a kapcsolatot a magyarországi borlovagokkal, ez megtörtént körülbelül 5 évvel ezelőtt a cseh borlovagokkal is. A szádalmásiak a mostani rendezvényt már egy határon átnyúló uniós pályázat segítségével valósították meg, amiben a partner Maklár önkormányzata volt. Nagyon régi a kapcsolat a településeink között, úgyhogy talán emiatt nem is csoda, hogy minket választottak. Azon kívül persze azt is el kell, hogy mondjam, hogy Maklár, Eger borvidéke környezetében található, úgyhogy mi aztán szeretjük és értjük is a borokat, úgyhogy nem lepett meg, hogy minket hívtak ebbe a határon átnyúló együttműködésbe. A borrendek képviselői hagyományosan megkoszorúzták a történelmi Abaúj és Gömör határán fekvő település központjában levő Szent Orbán szobrot.